Sziasztok, itt vagyunk Írországban, és elkészítettem végre a második plenér festményemet is sikeresen. Itt vagyunk az Örn folyó partján, egy csodálatos helyen, és itt a mögöttem látható tájat festettem meg ilyen kis méretben. Ez egy poséd festmény, egy úgynevezett vázlat festmény. Ez az a célja, hogy majd ebből otthon, a műteremben fogok egy nagy méretben egy jól kidolgozott festményt készíteni. Most itt csak a színeket, formákat, benyomásaimat szerettem volna rögzíteni ezzel a kis vázlattal a tájról, és egyébként nagyon jól sikerült, és majd erről fogok otthon műterembe egy kidolgozott festményt csinálni. Csodálatosak a színek, nagyon üde, fantasztikus a zöld. Most elment a nap, de amíg festettem, ragyogott itt minden. És hogyha minden jól megy, akkor még lesznek további ilyen szép napjaink, amikor további festményeket tudok majd itt festeni. Ez most már a második kép, ami elkészült. Ugye a múltkor a hídnál egy kőhidat tudtam megfesteni az Örn folyó partján, most pedig ezt a képet festettem meg. Közben itt átkapcsoltunk a kamera lemerült, úgyhogy egy tábla PC-vel vesszük fel most ezt a felvételt, azért már itt összepakoltunk, azért vagyunk ennyire szanasz éjjel. Ha valakit érdekel ez a fantasztikus dolog, akkor tartson velem itt a plenér festő tanfolyamon, az online plenér festő tanfolyamon. Ugye mindenki az otthonából interneten keresztül tud részt venni ezen a tanfolyamon. Azért is jó dolog, mert rengeteg érdekes tudást sűrítünk bele ebbe a tanfolyamba. Megtudhatod ebből a tanfolyamból, hogy hogyan lehet úgy fotózni a tájat, hogy az arra alkalmas legyen, hogy otthon festményeket készítsél belőle, vagy egyáltalán a fotókat hogy tudod felhasználni a tájkép festészetben, illetve hogyan tudsz kimenni a helyszínre és rajzvázlatokkal, vagy ilyen kis vázlatfestményeket hogyan kell készíteni, milyen szempontok szerint ahhoz, hogy majd szintén a műterembe ebből festményt készítsél. És hát nem utolsó sorban maga az az élmény, hogy ha elszánod magad arra, hogy kitelepülsz te is valami pazar tájba, és ott szeretnél festeni, akkor hogy tudsz ott a tájban egy jó képet készíteni plenér módszerrel, tehát a plenér festést hogyan tudod gyakorolni, ezt a csodálatos élményt, amikor a természetben együtt lélegezve a természettel ott dolgozol, ott festesz, és így minden ilyen jóság, amit ezek a dolgok megadhatnak, az abban mindben részed lesz. Most egy kicsit körbefordulunk, megmutatom, hogy milyen szép tájon festettünk, és hogyha érdekel a plenér festés, érdekel a tájkép festés, akkor tarts velem te is itt a tanfolyamon. A tanfolyam anyagát Írországban forgatom le, 6 darab festményt fogok itt elkészíteni, aminek mindegyik festménynek a készítésének a teljes folyamatát videóra veszem, és közben narrálom, hogy mit, miért és hogyan csinálok, és ehhez csatlakozik majd egy nagy mennyiségű oktató anyag, ami meg írott és fotókkal illusztráz, írott szövegből és egyéb gyakorlatokból áll, úgyhogy festéstechnikák, színkeverés, kompozíció elmélet, tájképfestés, minden lesz a tanfolyamon, nagyon jó lesz. Gyertek ti is velem, és most nézzük meg a tájat. Szép lassan körbeforgunk, hogy milyen gyönyörű helyen forgattuk ezt a videót. Tehát köszönöm, hogy velem voltatok, és akkor innen jelentkeztem Írországból. Sziasztok!